Gondolkodtam azon is, hogy azt teszem fel kérdésnek, hogy mit szólnának hozzá, ha a miniszterek fizetése 5 millió forint körül lenne. Erről mondják azt, hogy még gombócban sem kevés, nem hogy millió forintban 5 millió forint. A tervet megszellőztették, a miniszterelnök egyelőre cáfol, a pénzügyminiszter szerint van ilyen terv, de csak terv. Szóval elvetettem már, mint hogy ez legyen a kérdés, nem lesz erről, mert a válasz azt hiszem, hogy borítékolható lenne. Egy miniszter ön szerint mennyi fizetést érdemel? Hát 3 millió körül. 5 millió? Az sok. Sok. Nyilván, hogy többet, mint az átlagember. De nem tudunk összeget mondani. Az 5 millió az sok. Hát valamit azért, mert felelősségük van. De azért 5 millió az túlzás. Amennyi eddig volt neki? Ami eddig volt, az rendben van. Így van. Havi 5 milliót? Nem. Szó sincs róla. Szó sincs róla. És egy miniszter mekkora fizetést érdemel? Hát ez attól függ, hogy mit tesz. 5 milliót érdemelnek havonta? Hát azt nem hiszem. Ilyen gazdasági körülmények között nem hiszem. 1 millió? Hát mondom, attól függ, hogy leteszte valamit az asztalra. Hogyha segíti az országot, akkor adott esetben igen, ha tekintetbe veszünk, hogy mennyit keresnek más multinacionális cégek vezetői. Szóval valahol ezt összhangba kéne hozni. Egy miniszter mekkora fizetést érdemel szerintetek? Hát nagy a felelőssége, szóval nem nagyot. Ja. Millió? Millió, oké. 5 millió? Az sok már? Hát, ugye csak akik benn vannak a parlamentben, azok a végek, akkor az még nem részes, és hogyha annyi, és ezt tisztán annyi. De mondjuk egy és öt között úgy. Igen, nagyjából. Megállható. 2-3 millió talán. Igen. Hát olyan 2 millió forintot. Nettó, bruttó? Hát legyen nettó, a miniszter. De vezérigazgatónak nem szabad volna kapni 5 millió forintot. Elég van nekik a 1,5 millió, mert az is sok, mint nagyon. Ha én dolgozok, mi mérnök, kapok 500 ezer forintot, vagy 600-at, ő meg mit csinál? Ül a székbe, azt aláírja, én dolgozok helyette. Meg keze alá adok mindent. Készen. 5 milliót érdemel egy miniszter? Nem. Esetleg a miniszterelnök, vagy a köztársaság elnök, de senki más. Múlt hét végén robbant a hír, hogy akár 5 millió forint havi fizetést is kaphatnak a miniszterek. Annak megértéséhez, hogy ez miért is probléma, jócskán vissza kell mennünk az időben. Azt indítványozzuk az országgyűlésnek, hogy kötelezzük a kormányt arra, hogy az állami cégvezetők és intézményvezetők fizetését radikálisan csökkentse. 2009-ben még ellenzékben mondta ezt Szijjártó Péter, majd 2010-ben Orbán első intézkedés csomagjában jelentette be az állami vezetők 2 millió forintos bérplafonját. Uraim, ez azt jelenti, hogy az állami költségvetési pénzből gazdálkodó intézményeknél, azoknál is, amelyek autonómiával rendelkeznek, ezeknél az intézményeknél is, miután közpénzt használnak föl többségében, 2 milliós havi bruttó fizetési plafon lép életbe. Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél előfordulnak havi 4-5, sőt esetenként 7 millió forintos fizetések is. Prémiumokat ugyanúgy osztogattak, úgyhogy ez is volt az indoke arra tulajdonképpen, hogy akkor nem érdemes fenntartani ezt a bérplafont, hanem akkor jó fizetéseket kell adni az állami cégek vezetőinek. Oroszi Babett, az Átlátszó újságírója 8 éve követi, hogyan is alakultak az állami vezetői fizetések. Bár sokáig nem akarták kiadni az adatokat, végül kiderült, hogy már 2011-ben 20 milliós prémiumokat vettek fel az állami cégvezetők. Szerintem nem baj az, hogyha egy állami cégvezetője, vagy akár egy miniszter úgymond piaci bért kap, emeljék meg négyszeresére, de akkor csökkentsék négyszeresével a korrupciót, ami viszont nem sikerült eddig. Ráadásul az eredeti, még 2010-es törvényből kifelejtették a miniszterelnöki biztosi tisztséget, így Szijjártó Péter és Budai Gyula is 2 millió fölötti fizetést kapott. Ennek ellenére Orbán Viktor 2012-es évértékelőjében az egyik legnagyobb kormánysikerként beszélt a bérplafonról. Két éve még arcátlan végkielégítéseket, prémiumokat
és különböző juttatásokat fizettek ki állami alkalmazottaknak. Mára ezt, ha nehéz küzdelemben is, de megfékeztük. Bár buzgár módjára föltörnek ilyen-olyan kísérletek, amiket rendre le kell törni. A buzgárokat mégse nagyon sikerült letörni. 32 önkormányzati vezető összesen 50 millió forintos jutalmat vehetett fel 2012 végén. Majd 2015-ben már egyáltalán nem volt cél, ami még Simor András jegybank elnöksége alatt nagyon is. Így sürgősséggel a parlament elfogadta Matolcsi György 5 milliós fizetésére tett javaslatot. Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 118 igen 58 nem szavazata tartózkodás nélkül elfogadta. Na és hogy miért is érdekes az állami cégvezetők fizetése? Azért, mert a költségvetéshez most benyújtott javaslat szerint a miniszterek fizetését ehhez kötnék. A jövő évi költségvetést megalapozó törvények tervezetében szerepel az az új bekezdés, amely lehetővé teszi a miniszterelnöknek, hogy maga döntsön a kormánytagok személyi illetményéről. Ebben mindössze annyi megkötés szerepel, hogy ez az összeg nem haladhatja meg a miniszter által felügyelt központi államigazgatási költségvetési szerv, illetve a felügyelete alá tartozó gazdasági társaság vezetőjének bérét. A Magyar Posta, a MÁV, a Magyar Villamosművek és a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatójának fizetése is 5 millió forint. Tehát Bártfai Máger Andrea, nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, aki felügyeli ezeket a cégeket, szintén 5 milliót kaphat. Tudta-e, hogy miközben kormánya épp azon mesterkedik, hogy a miniszterek fizetését havi 5 millió forintra emelje, a minisztériumokban, iskolákban, kórházakban közel 60 ezer ember fizetése a minimálbért sem éri el. A havi 5 milliós miniszteri fizetés hazugság, ilyenről nincsen szó, ilyen döntés eddig sem született, és nem tudok róla, hogy a parlament ilyen döntésre készülne. Köszönöm szépen! A miniszterelnök Harangozó Tamásnak adott válasza után már-már azt hittem felesleges a forgatás, de aztán jött Varga Mihály, aki megerősítette, hogy igenis van ilyen terv. Érdemes megvárni a parlamenti vitát, milyen javaslatok lesznek majd ez, milyen hozzászólások lesznek. A magam részéről azt tudom mondani, hogy 5 éve vagyok nemzetgazdasági miniszter, most már pénzügyminiszter. Persze nyilván mindig fontos szempont, hogy az ember milyen bért, milyen juttatást kap, de nem ez volt a legfontosabb szempont. Minden miniszter úgy végzi a munkáját, hogy élete egyik nagy lehetősége és adománya, hogy a magyar kormány tagjaként ezt a munkát végezheti. Kíváncsi voltam, hogy a kormánypárti képviselők osztják-e Varga Mihály gondolatait, és ők mekkora miniszteri fizetést tartanak elfogadhatónak. Egész héten a költségvetésről vitáztak a képviselők, ezért gondoltam, a parlament folyosóján csak el tudok kapni valakit. Mert éppen zajlik a költségvetésnek és az adótörvényeknek a vitája, nincsenek túl sokan bent, és hát még kisebb helyen forgathatunk, mint ahogy azt eddig megszoktuk. Most külön ránk szóltak, hogy tényleg csak ajtótól ajtóig lehetünk. Hát láthatják, az igazából pár lépés, és hát persze nem jön senki erre, aki nem akar. Az ülésterembe be lehet jutni, anélkül is, hogy itt elhaladnának előttünk. Jó ideig csak a szocialista Kóros Lajossal jártam sikerrel. Ő persze, gondolom ez nem lepi meg önöket, készséggel válaszolt. Ön mekkora fizetést tart elfogadhatónak, minisztereknek, államtitkárnak, állami cégvezetőknek? 1 millió forintot. Tehát még nem hogy növelni, hanem csökkenteni? Igen. Ezt igen. Miből számolja ki az 1 milliót? Hát így arányosítottam az én államtitkári fizetésemhez, amikor államtitkár voltam, ennyi. Kész, osszák be. Ön mennyit keresett, ha... Én 720 ezer forintot kerestem bruttóban, és fizettem 44% adót. Ők megfizetnek 15% adót. Gondoljon bele, háromszor annyi adót fizettem én annak idején a 700-ból, mint ők most az 1 millió 3-ból. Két óra várakozás után végül néhány kormánypárti képviselő is megjelent a folyoson, de még így is csak helyel közzel jártam sikerrel náluk. Telefonálom, bocsásson meg. Egy miniszternek mekkora fizetést tartana? Köszönöm szépen, most nem kérem. De ez egy egyszerű, gyorsan megválaszolható kérdés. Legközelebb, hogyha bejelentkeznek, nagyon szívesen adok interjút. Köszönöm szépen. De a plenáris ülés van, ilyenkor lehet kérdezni.
képviselő úr, egy gyors kérdést engedje meg, mekkora fizetést tart elfogadhatónak egy miniszter számára? Bocsánat, most mindjárt beszédet kell tartom, és arra készül. Meg mekkora fizetést érdemel egy miniszter ön szerint? Egy tisztességes fizetést érdemel, összeget nem fogok ennek mondani. Az 5 millió, az sok, kevés? Ezzel úgy gondolom egy tisztességes bért, olyat, amit egyébként egy vállalatvezető is megkap. Gondolom egy minisztériumvezető is megérdemel. Ha európai összehasonlításban nézzük a magyar közéletben kapható tiszteletdíjakat, akkor az egyik utolsó Európában. Akkor ön szerint emelni kell? Én azt mondom, hogy ha európai összehasonlításban nézzük meg ezeket a tiszteletdíjakat, akkor ezek gyakorlatilag az utolsók az európai rangsorban. Nyilván azon meg egyébként mindenki elgondolkodhat, hogy ezek a bérek hogy alakulnak, tehát ha felelősségi szinteket megnézzük, akkor mondjuk szerintem a magyar miniszterelnöknek van a legnagyobb felelőssége e tekintetben, és hát az ő bérezése az jóval cégvezetők alatt van. A miniszterelnök fizetése egyébként tényleg nem kiugró. Összesen 1 millió 150 ezer forintot visz haza. Az a furcsa helyzet is előállhat, hogy nem csak az átlagfizetések és a miniszterek fizetése között lesz nagy a szakadék, de egyes miniszterek között is lehet bérfeszültség, attól függően, hogy egy minisztériumhoz mely állami cég tartozik. Sőt, az a helyzet is könnyen előállhat, hogy egy miniszter sokkal többet keres, mint a miniszterelnök. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták. Tehát, ahogy elhangzott, hogy Rita elmondta, az állami vállalatoknál nem ismeretlen az 5 milliós fizetés. A Magyar Posta, a MÁV, az MVM, a Magyar Fejlesztési Bank vezetői is 5-5-5 millió forintos fizetést kapnak. Ehhez akarják tehát közelíteni a miniszterek fizetését. Írjanak majd erről is Facebookon, a Facebook Live-ban. Én azt gondolom, hogy jó kis Facebook Live lesz ma este.